óvodai tehetségműhelyek, 25 éves a kisújszállási turinformiroda, őszi munkák a kertben, képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 27-én 18 óra 5 perckor. Az óvodai nevelés jó gyakorlatait, élményeit, programjait szívesen osztják meg más települések óvónőivel is, a karcagi óvodák tehetségműhelyeinek vezetői. Ebben a nevelési évben is bemutatkoznak a tehetségműhelyeink. Tudtuk meg Gulyás Ferencnétől, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetőjétől, aki szerint a kiváló akkreditált tehetségpont címe elnyerése kötelez is őket erre. Ebben az évben is készülünk, hiszen az intézményünk kiváló akkreditált tehetségpontként működik. Ez a cím, ez ugye nem egy örök életre szóló dolog, ezt 3 évre kapta meg az intézményünk már 2 alkalommal, amit ebben az évben, 2019-ben meg kell, hogy újítsunk, amiben bízunk, hogy az eddigi programjaink, az intézmény tehetséggondozó tevékenységének a fejlődése szintén ezt a legmagasabb szintet fogja elérni, úgyhogy erre is készülünk. A vezető azt is elmondta televíziónknak, hogy az elmúlt évben 29 tehetséggondozó műhely volt. Az idejek most alakulnak. Nagyon komoly szakmai módszertárral szervezik a nagycsoportos óvodások számára a műhelyeket. Most írják a projektet a tehetségműhelyek támogatására. Az akkreditáció mellett a gyermekcsoportokban megalakulnak azok a tehetségműhelyek. Az elmúlt évben 29 tehetséggondozó csoportunk volt. Jelenleg most kezdenek kialakulni, hiszen itt az óvodapedagógusok eddigi tapasztalatai, a szülői jelzések alapján kerülnek be a nagycsoportos korú gyermekek a tehetségműhelyekbe. A műhelyvezető kolléganők többségében ugyanazokat a műhelyeket viszik tovább, amelyeket már elindítottak a korábbi években, hiszen nagyon komoly szakmai tudástár van, nagyon komoly szakmai módszertár van a kezükben, amivel ezeket a műhelyeket irányítják, szervezik a programjaikat. Ebben az évben is készülünk, most vagyunk a pályázatírás folyamatában, hiszen az intézményünk fenntartója támogatja a nevelési folyamatunkat, a működésünket, azonban ezekre a külön feladatainkra mindig igyekszünk olyan pályázati forrásokat megtalálni, amelyek támogatnak bennünket. A tavalyi évben 8 tehetséggondozó programunk került támogatásra a Nemzeti Tehetségprogram által. Most az idén is készülünk, folyamatban írjuk a projekteket, hiszen valamennyi óvodánkkal szeretnénk pályázatot benyújtani a tehetségműhelyek támogatására, illetve emellett még a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács programjainak a megszervezésére. A vezető azt is elárult a stábunknak, hogy a szakmai együttlétek újabb programok, ötletek kidolgozására is ösztönzik a karcagi óvodapedagógusokat, akik a kicsiknek a műhely munkák keretében a helyi látványosságokat is felkeresik, valamint a népművészeket, alkotóművészeket is bekapcsolják programjaikba. Többször el is látogatnak műhelyeikben. Az óvodapedagógus kolléganők nagyon kreatívak, nagyon ötletgazdagak, ők mindig tudnak újat kitalálni, és ezek az egyéves programok ugye nagyon a megvalósítás során nagyon komoly élményszerzéseket is biztosítanak a gyermekeknek, különböző lazító programokat, és hát ezekben itt elsősorban a karcagon lévő lehetőségeinket igyekszünk megragadni, így nagyon sok műhelyünk a Györfi István Nagykun Múzeumban tesz látogatást, az Akácliget fürdőbe, a Kecskeri pusztába kimennek, úgyhogy nagyon sok olyan a Szélmalomhoz, és akkor sorolhatnám a Daráló Múzeumon keresztül a lehetőségeket, amit a városunkban adódik. És emellett még, ami nagyon fontos és kiemelt jelentőségű, hogy bekapcsolódnak a városban élő alkotóművészek a programjainkba, és ez egy nagyon nagy lehetőség a számunkra, hogy a gyerekeket megismertessük az ő alkotásaikkal, az ő művészetükkel, és ezt itt helybe eljönnek az óvodáinkba. A gyermekek munkáiból pedig évvégén egy kiállítást és gála műsort is szerveznek. 1994-ben a Turinform hálózat első irodái között nyitott meg Kisújszálláson a szezonális Turinform iroda. Az iroda idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
Az elmúlt 20 év során többször költözött az irodahelység, de mindig maradéktalanul állt a helyiek és a városba érkező vendégek rendelkezésére. A mi marketing tervünk alapján egy három lábú székhez hasonlít kisújszállás marketing terve, illetve az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátásunk. Egyik nyilván az önkormányzat, ami a város egészét fogja össze, a másik a művelődési központ, jelesül a kiadó intézménye és helyisége, és hát a harmadik leginkább a Kumánia Gyógyfürdő Kft. És a itt ezen belül működő Turinformiroda. És egy nagyon fontos információt elhallgatott, hogy talán ő az egyetlen, aki mindig a Turinformirodával együtt költözött. Tehát mondhatjuk azt is, hogy Majlá Temese kisújszálláson egyenlő Turinformirodában. Bár Nesi még nincs 25 éves, csak az iroda, ezért tudjuk, hogy nagyon jó kezek van, és ahogy fogalmazott, nagyon jó helyre kerül, és akkor, amikor kisújszállásra vendég érkezik, a hármas egységből bárkit felkeres, akkor valahol a Turinform iroda kínálatát fogja megkapni, és a Turinform iroda által kínált lehetőségek közül tud választani. És hát bízunk benne, hogy ez az először a Kumánia gyógyfürdő, illetve a Hotel Kumánia. Tehát azt szeretnénk, hogyha a következő 25 évben is ez így működne. Az idén negyed évszázados iroda egy nagyszabású kiadványt készített, amely a városba érkező turistákat tájékoztatja a kisújszállás látnivalóiról, de rendezvényeiről, turisztikában érdekelt szolgáltatóiról, azok szolgáltatásairól. A kiadvány elérhető többek között a Kumánia gyógy- és strandfürdő területén is. A megemlékezést követően pezsgős kocintás következett a megjelentekkel. A csapadék hiány miatt oda kell figyelni a kertben a már letermett gyümölcsfák, ültetvények öntözésére. Az őszi szántás előtt pedig a talajt is meg kell trágyázni, mert a gondos munkát a kultúra jövőre meghálálja. A betakarítási munkák dandárjában vagyunk. Még több gyümölcs van a fán, szedni kell a burgonyát, a petrezselymet, a répát, mondta el televíziónknak Ézsiás Antal kertészmérnök. Még fán lévő gyümölcsök, így például a szilva, őszi barack leszedése vagy lerázása következik, de még földben volt eddig a burgonya, az már most nem sokáig lesz, de van még egy kevéske sárgarépa, petrezselyem. Ezen kívül vannak itt olyan növényeim, amelyek még lényegében a vegetációs időnek a vége előtt vannak, ilyen például a paprika, a paradicsom. Azt is megtudtuk a szakembertől, hogy a paprika, paradicsom, cukkini, csillagtök, csemege paprika, a téli retek is a földben van. Ezek még igénylik a vizet épp úgy, mint az elvirágzott tubarózsa hagymái erősödése miatt. Csillagtök, cukkini másodvetésben ezen kívül próbálkoztam, ugye csemege paprikával. Ezen kívül van téli retek, ez ősz inkább, mint egy fekete téli retek, ezeknek az ápolása van, amelyik még igényli a vizet. Ehhez tartozik még továbbá az általunk kedvelt tubarózsa, amelyik már a virágzás végénél tart, de maga a növény még sokáig fog vegetálni, illetve hát erősödni, mert ugye a hagymák most fognak kiteljesedni, és az azt jelenti, hogy még ilyenkor bizony van szükség öntözésre. A kertészmérnök tanácsolja, hogy a szárazságban öntözzük a fiatal gyümölcsfák gyökereit, és figyeljünk a lompulató fákra is. Az öntözés egy óriási lehetőség lenne, ha a jó minőségű vízünk lenne, meg hát a kultúra is az megállálna, de merem ajánlani bárkinek, hogy a fiatal gyümölcsfákat még ilyenkor nem késő megöntözni, mert megszenvedik ezt az időjárást. Ide tartozik még a egyéb munkák mellett, amit említettem, a növényvédelem, hiszen a növények lombja ilyenkor már ugye készül részben az őszre,
Ezen kívül a vízhiány is, hogy a különböző gombabetegségek a lombozatot teszik tönkre, azért hullanak a falevelek, száradnak, és ez nem azt jelenti, hogy a növény ennek nagyon örül. Tehát még nem késtünk el azzal, hogy legalább a fiatal gyümölcsfákat vagy ültetvényeket megöntözzük még egy. A kertben a kukorica még szépen mutat. Az árpa és a búza terméssel elégedettek a kertgazdák. Az őszi betakarítási munkák után a talaj betömörödik, így egyben a szárazságban várni kell a szántással október végéig, november elejéig. Az egész éves tevékenység ezt a talajt megtömöríti, még akkor is, ha nem nagyon nedves, de ha több volt a csapadék vagy öntözött, akkor ez nagyon betömörödik, tehát levegőtlenné válik, és az agyagtartalom miatt ugye, nem engedi, nem teheti lehetővé, hogy jó talajmunkát végezzünk. Ezeket a talajokat ilyenkor gyakorlatilag nem szabad háborgatni, hiszen ahhoz jelentős mennyiségű csapadék kell, hogy szántani olyan minőségben lehessen, hogy ne kell utána több menetben még törni és borosítani a talajt. Tehát ezek ilyen perc talajok gyakorlatilag, amit nagyon ki kell esni, ki kell várni, hogy mit tenni és hogyan csináljuk. Ezeket szinte minden évben szántani kell, és általában szántjuk is, amelynek az ideje valamikor október vége november. Akkor a minden bekerül, és akkor szabadon lehet mozogni. A tápanyag ellátásra is figyelni kell, ahol lehet szerves trágyázzuk, ahol nem, ott szórjuk ki bűtrágyát, nyilatkozta a Karszak Televíziónak Ézsiás Antal kertészmérnök. Már hagyomány televíziónkban egy városunk önkormányzati képviselői beszámolnak az elmúlt időszak képviselői munkáiról. Hírstúdiónk vendége Gyurcsek János, a 4-es számú egyéni választókörzet képviselője. Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm a televízió nézőit, különös tekintetre a 4-es számú választókörzetben lakókra. Köszöntött a 4-es számú választókerület tagjait is, az ott élőket, ugye Ön ennek a térségnek a képviselője, ez ugye az alpolgármesteri feladatok mellett van, határoljuk be ezt a körzetet. Mik a legjellemzőbbek ezen a környéken? Mivel keresik meg Önt? Hát ugye a körzetem az Ady Endre utca, az egyik főútvonal, amely egészen elmegy a Liget utcáig, tehát át a város túlsó részére, és onnan visszajönve a főtért érintve Szent László utca a keleti városrész. Miután át lett alakítva a választókörzetek száma, és ebből 8 választókörzet alakult ki, így minden körzet egy-egy tortaszelethez hasonlítható, és így átérinti az egész várost, szinte azt mondom, hogy sugár irányba, kihasítva egy szép nagy szeletet belőle. Ez a városrész gyakorlatilag intézményekben mondhatni nem túl gazdag. De ha nagyon precíz akarok lenni, akkor a városházát érinti, a Dériné Művelődési Központot érinti, Kuthen úti óvodát teljes mértékben tartalmazza, a piaszcsarnokot tartalmazza. Na most az elmondott intézményeket pontosan az elmúlt években sikerült pályázati forrás felhasználásával jelentősen megújítani. Tehát ha azokat az intézményeket nézem, amely konkrétan nálunk van a mi körzetünkben, ezeknek a felújítása megtörtént, és még a jövőben is fokozódik a folyamatos felújítása. A választókörzetben, miután eléggé alacsony fekvésű, ezért különböző belvíz problémák jelentkeztek az elmúlt évek alapján, amit én azt gondolom, hogy időarányosan sikerült megoldani. Mindig van olyan rész, amely még valami fejlesztésre szorul, ez a következő években is természetesen folytatódni fog. A másik ilyen probléma nyilván a járdák helyzete. Elindult a városközpontban egy térkőburkolatos felújítás, ami egyrészt színes, egyrészt korszerű, egyrészt jó. Egyrészt, hogyha valamilyen közműcsatornát kell alatta hozzányúlni, akkor az könnyen helyreállítható, de emellett az aszfaltjárdák felújítása is folyik. Egyrészt nyilván a legrosszabb szakaszokon, másrészt meg van egy tudatos pályázati elképzelés, mely szerint ugye sorra vesszük a fő közlekedési útvonalakat, és azoknak a felújítását már megkezdtük. Most ebben az évben megvalósul, most éppen most folyik a megvalósítása az egyik közlekedési főútvonalnak, és a következő éve így ez folytatódni fog. A közutaknak a kátyúzása az természetesen minden évben megtörténik, útfelújításokra pályázat per pillanat nincs kiírva, tehát ilyet nem tudok mondani, nem tudok beszámolni, de előbb-utóbb ez is meg fog történni.
a különböző más egyéb szolgáltatást, amit igénybe vesznek az én körzetembe élők, az természetesen zajlik. Nekem fogadóórák minden hónapban vannak, természetesen, de emellett azért azt gondolom, hogy ismerik a én körzetembe lakók, sőt a város többi lakó és a személygépkocsimat, amelyek mindig ott áll a Nimród előtt, a városház előtt 7 órakor, és én hozzám akár van fogadóra, akár nincs, különböző magánjellegű panaszokkal, problémákkal jönnek, megkeresnek. És én azt gondolom, hogy ha ezt mindenki nézi mondjuk ezt a televízióadást, akkor arra biztatom őket, hogy jövőben is jöjjenek. Nem kell mereven betartani. Én egy kicsit lazábban fogom fel ezeket a dolgokat. Ingújba ülök itt, és ugyanúgy fogadom a várakozókat, akiknek valamilyen problémájuk van. És aki ezt látja, és volt nálam, az pontosan tudja, hogy ami lehetőség határáig van, azt én mindent megoldottam. Vannak természetes olyan kérések, amely megoldhatatlanok, vagy pedig időben elhúzódóak, de arra is törekszem, hogy az megoldódjon. Tehát én nekem az az elvem, hogy ha az embernek fáj a foga, akkor menjen a fogorvoshoz. Ha van olyan problémája, amit adott esetben a város körzeti képviselője, illetve alpolgármestere meg tud oldani, az bátran keresen fel a jövőben is, állok rendelkezésre bármikor. Fogadóórától függetlenül. Hasznosak ezek a fajta fogadóórák, beszélgetések a lakosokkal? Nagyon hasznosak, hiszen olyan problémákat ismerünk meg, amit valójában csak úgy lehet megismerni, hogyha az ember adott esetben minden nap bejárna a város ő körzetének bármelyik részét, bármelyik telkét, bármelyik problémás helyét. Erre nincs idő. Aki napi 8-10 órát dolgozik benne a városházán, az nem tud kimenni mindenkihez. Aki érzi, hogy van valami problémája, kérem, jöjjön és várom szeretettel, és megoldom problémáját. Jól értem, akkor önt végül is bármikor elérhetik a lakosok. Az a szokás, látják a kocsimat a városház előtt, jönnek és én fogadom őket. Ha beszélhetünk egy kicsit a jövőről, bár ugye előbb se szeretett volna sokat elárulni, de azért nagy vonalakban. Igen. Önnek mit jelent a jövő karcagja? A jövő karcagja nálam egy okos városnak a megjelenése. Ennek nyilván van egy csomó feltételrendszere, és én azt tudom, hogy jövőre lesz lehetőség ilyen pályázatot benyújtani, és én azt szeretném, hogy azok a fiatalok, akik jelen pillanatban nincsenek karcagon, de a szüleik itt élnek, és szeretnének visszajönni, azoknak legyen olyan környezet, legyen olyan szórakozási lehetőség, legyen olyan sportolási lehetőség, amely visszahozza őket Karcagra. És egy kicsit elmegyünk abba az irányba, hogy munkahelyteremtéstől függetlenül, vagy amellett tudjunk olyan szolgáltatást nyújtani, és ilyen szolgáltatás fog majd lenni, hogy a Karcag kincse élményes gasztropark épül a fürdőben rendezvényközpont. Lesznek újabb sport, olyan fejlesztések a műfüves pályától kezdve, amely azt gondolom, hogy nyújt minden olyan lehetőséget, mint bármelyik hozzánk hasonló méretű, vagy esetleg nagyobb méretű város is. A másik nagyon fontos téma az idősekkel való gondoskodás. Jelen pillanatban van egy X-férőhely biztosító, olyan intézményrendszer, szociális otthonnak nevezi a köznép, ahol most sorban állás van. Lehetőségünk fog lenni adott esetben, hogy ezt bővítsük. Én nekem ilyen elképzelésem van. A másik dolog ugye, hogy ha már fiatalok hazajönnek, munkahelyük is lesz, már meg a gyermekeknek az elhelyezése bölcsödébe, óvodába. Óvodai rendszer fejlesztéshez természetes történik most is, én nagyon fontosnak tartanám, hogy a bölcsödei rendszerünket fejlesztjük. Férőhely bővítését. És igazából nem akarok tovább menni ezekbe az ismertetésekbe, mert ezekre konkrét programok vannak, konkrét elképzelések vannak, és ez az, amire céloztam, hogy ezzel még várjunk. Akkor lesz feladat a jövőre nézve. Egy biztos, hogy a alpolgármesternek, aki a gazdaságügyeket viszi majd, biztos, hogy fog lenni. Nagyon sok feladat a fejlesztési, működtetési és a többi. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!